üdvti valami hengerek kémből az attól, hogy rossz helyre ültem. És letelepett egész ide az meg, és szerintem mindent hallnak, hogy mondok, mert ez ilyen szócsőgén, az nem megy befele a hang. Át kéne ülnöm másom, hogy átülök az oda, azt mondom, mindjárt kijön negezi. Elmondom, mi újság van, egy játékos hagyjárat, ugye betölt, és hogy emlékszünk rá, hogy a múltkor tisztelt teljesen, tenap nem volt felvétel, tenap öt volt. Végcsinálta tulajdonképpen az első választási lehetőség 5. pályát is. Ezzel átkerültünk a második hagyjáratra, ami az ellenséggel kell gyakor tovább keménykedünk. Elmondom mindenkinek itt a mai alkalommal, hogy a fürdőszobát betonoztuk le, illetve én magam elkezdtem egyébként ásni az árkot. Konkrétan egyébként a terasznak az alapját kezdtem el ásni. Egy körülbelül egy olyan 2 méter nettó ástam le, 70 centi mélyen kell egyébként, úgyhogy hát ez elbaromkodtam az időt egyébként, elmondom mindenkinek, úgyhogy egyébként ennyi van. Úgyhogy most szép az egész. Na nézzük, hogy mi újság van. Hát kérem tisztelt, hogy a jó emlékszünk egyébként, már pedig hogy ne emlékeznék rá. A sarkunkban van, az Achilles ínünkön van gyakorlatilag ugye, Godric. És Isten igazából, hogy csinálni kéne, meg kéne szerezni egy várost. Na most ugye nekünk ez nem jelent túl nagy vasszizdaszt, mert emlékszünk egyébként jó rá, hogy hogy néz ki a mi városunk. A problémám azt nem tudom, erre van. Agrájának pedig meg kell találni egyébként ezt. Egyébként elmondom nektek, hogy innen, aki nem emlékezne, innen keménykedtünk. És Isten igazából kutyafuttából jöttünk, megnéztünk, volt egy ilyen varázsló ablak egyébként, ez a WC csészeszerűség lenne egyébként, az az a potyantós klotyó, mágusok kunyhója, és akkor gyakorlatilag ez felfelt itt egy kört, ezen a rész, ott egy trendszer. De mi ez egyébként, amit előtte? Ja, oda van csak fél támasz egy kerék. Én még azt hittem, hogy ennek üldögél valami szent ember, azt hittem itt lenne. Valakit mászkál? Figyeld, nem kemény. Itt egy mászkál valami állatba, az meg nem légy. És lényeg mondom az, hogy egyébként ez van, akkor ugye ezt a részt láttuk felderítve, illetve ezt a részt. Na most az, hogy ezzel most mit írunk el, azt nem tudom. És azt tudom, erre van a várunk. Most a probléma, hogy az ott néz ki, hogy jöttünk ugye nagy keményen erre fel, nagy képűen. A gond ugye az, hogy elég kevesen vagyunk, lehet egyébként látni, hogy ezekre futja. A helyőrségen ugye átmennék én nagy szívem szerint. De nem bírunk, geci, mert féltek meg, hogy én nem tudom, mi van benne, de elég sok minden lett. Itt sok van talán nézőből az arkangyalban és az arkangyal. Abból sok van. Szomatban az még ezt a szart. Tehát abban egyébként sok van az arkangyalból. Illetve van egy kis problémánk, van még benne egyébként. Birodalmi glyphből is egyébként nem tudom mennyi. Ezt nem látom, hogy az mennyi egyébként, nem tudom, mert itt le van éves szöveg, de olyan a betűtípus, olyan szinte homályos, hogy nem látom. Konkrétan azt mondom, hogy bazd meg, ez van egy szóra írva. Mindenki azt látja, amit éppen gondol? Nem tudom. Lambing, pambing, nem tudom egyébként, mondom őszintén, tippem sincs. Be kell fognak tenni a szervmódot, és akkor kapunk volna egy zárójelbe egy számot, tudom is, hogy mindjárt csinálni. Tehát lényeg az, hogy nem tudunk átmenni. Most ugye, hogyha Izrael lennénk, Izabellával lenne probléma. Csak a gond ugye az az, hogy második szintűek vagyunk, és ugye nincs bennünk semmi. Tehát gyakorlatilag ezzel nem fogunk tudni itt átadni. Ugye az a logikus, hogy errefele lenne a várunk. De erre tudja, hogy nincsen semmi egyébként, mert így ismerve a játékkészítőknek ugye a gondolkodását, ugye lesz itt egy út, a végén semmi, itt nem tudunk átmenni, még itt meg fák vannak, úgyhogy egyébként itt nem lesz semmi duty fix. Lehet egyébként, hogy erre kéne menni. Itt lenne egyébként egy piros kulcsár, ezt a múltkor már láttuk, sátrát, meg egy teleport kapu. Tehát szerintem azért van szíve, hogy erre kell mennünk. És a gond ugye, és ebbe az obból kifolyékként vettem az irányt erre. Lehet egyébként látni, hogy ha valaki megnézi, akkor eléggé nem vagyunk olyan messze. Csak a probléma ugye az, hogy nem tudunk itt átjönni. Ezt látjuk, ugye itt sziklák vannak. Meg fák, tehát hogy gyakorlatilag körbe kéne vagy menni. Azt nem tudom, hogyha vigyázni ki, ugye itt meg Godric meg ott mondja a segünkbe szó szerint. Tényleg ezt kell nagyjából fél csinálni. Hát itt elmondom nektek, hogy itt van fél cuccos, kereskedőhely. Itt lenne egyébként egy zsoldos tábor, hősönként plusz egy támadás. Ez gyakorlatilag csak vadász védi, még pedig abból sok van. Itt is lenne ifjúság forrása, elmondom. Illetve erre kéne jönnünk, szerintem, mit lenne egyébként maga? Fú, meg falkányi fegyvernök, ami bízható. Na, hát akkor menjünk erre, nem tudok most más mondani. Kitartát tanultuk meg. Valamilyen 6 darab, meg 7 darab. 16 darab fegyvernök. Szétbaszom anyádat. Szó szerint. Maradok még itt. Mandalopás, állj meg! Figyelj, dímon kapunyítás. Jó ötlet! Nagyon királyság egyébként, mert úgy tudnék, hogy ezért hangulósra sem erre mennék, most mennék vele ennyit.
nem tudok mannácsal lopni, viszont akkor tud csinálni lényt. És 50 van belőle, ez nagyon túlsz, a 12 fél létre fog jönni. Ez miféle sehol sincs. Ez még éppen születi dolom. 12 szokkobusszal meglövöm ezt. Pri! Lement egy. Nézzük, mit tud Agrael. Hát kérem, igazi hatalom van, meg kitartás. És itt tudunk mi lőni is, ha jól tudom. Kalandozóval semmi nincsen, pusztító mágia lesz a mi világunk, elmondom. Illetve az izé lesz még a mi királyságunk, a sötét mágia. Emlékeztek a 5. szintű izébe, Inferno várban gyakorlatilag, ez a kettő volt 5. szintű, úgyhogy ezeket kell majd rágyúrnunk. Lement egy. Maradok. Ilyen fiacsi. A fiacsi sokat ment. Ez upgrade, így fiel futja nekünk egyébként izére kettő tűzlabdára. Lement egy. Na még egy lövés. Jön a kutya és mosolyogni fia teremtményünk. Ó, de nem jön a körbe, de egy szar. Nem mindegy. Így is mint a semmi. Fia Agrael továbbra is erősködik. Mínusz egy. Várok, na fiátok menni. Kettőt kitok nyílni szar. És én nem is halt meg. Dobok meg, ez a szokkubusz az igen szar. Csak amikor minket kurogattak, na akkor volt hatásos egyébként, úgy tűnik, hogy már nálunk van, akkor nem annyira. Ja, figyeld, mi van, mi 6 pontom. Sőt, tudod, neked ne is ízeljük ezt. Sebezhetőség, 5 pont. Mennyire csökkent, azt nem tudom. 4 lett a védekezés, nem tudom mennyiből. Mad 7. Gyere már, bazd, mert az egész napom ezzel szarra elmegy. Lement 2. Tovább várunk. Tűzlabda, ja már nem futja fél, 2 pontom van csak. Gyere már te bazd, mi a szart csinálsz? Jó. Kapsz egy lövést. Mínusz 1. Rárontok. Lement 2. Nem megdobom még egyszer. És ennyi volt. 448 TP. Hoppá, szintlépés az jó. Harmadik szint. Támadás plusz 1, alap hadvezetés, tudod, morál plusz 1, vagy felderítés a logisztikán belül, a hős plusz 4 látótávolságot kap, és látja a semleges és ellenséges seregek, valamint a városok és helyőrségek pontos létszámát látómezeiben, ami nem hülyeség, főleg most, hogy itt kezdtük a pályát. Elgondolkodtató. A nyomkövető ugyancsak benne van, nehéz terepen való áthaladása, büntetése 50%-kal csökken. Vagy fejlett pusztító mágia, ami a negyedik köröseket teszi lehetőbb, de nyomkodnom, mert mindig kés a fülembe. Nyomassuk Mastikin Poinbot, valamilyen felderítést. Új képességet szereztünk, itt lennék a logisztikai a felderítés, és most már elvileg látom mindent. 45 van félből a szar, ez legalább egy használható varázsot. Pontosabban képesség. Figyelj, 500 TP. Kereskedőből most nem nyomfunk seften, semmit. Pontjaim meg nem vízéltem el. De van ezt az autómentés? Nézzük már meg. Nem így. Beállítások, meg játék. Az jó. Bevállaljuk még ezt a kutyát, valamilyen fej. Á, meg 1000 TP, jaj, de jó, öcsém, mert már szintlépés lesz. Harmadik szintről 500-an már van. Van egy kis gondos, hogy gondolikkal nagyon erre fejön. Hoppá, kicsit eltűnt. Ez még biztosabb. Ez a szintlépés, yeah! Sötét mágia, öcsém, alap sötét mágia. Ő! Jégmestere! A pusztító mágián belül van, ő fogyasztatást ad a jégcsapás és a télköre varázsatoknak. Nekem tudom, mi kéne? Ő! Kárhozottak jele. Még így jött. De ez micsoda? Így az alapkapunyítás, mint egy ilyen különleges képesség. Az a kárhozottak jele. Azt mondja, a démon úr különleges harci képességet kap. A kárhozottak jelét teheti a támadni, visszatámadni, vagy varázsolni készülő lényre. Vagy varázsolni készülő lényre. A kárhozottak jele a következő hős köréig aktív. Ha a lény mozdulatlan marad, vagy támadás nélkül mozog, a jel nem fejti ki hatását. Na de most az a problémám, akkor nyilván, hogyha kárhozottak, ez nyilván nem egy áldás. Tehát valószínűleg az ellenségre kell ezt tenni. Tehát vele lesz egyébként valami, de nem érdekli, hogy itt fog vele tenni, nem? Most csak az, hogy
aki éppen valamit csinálni akar. Tehát ugye látjuk, hogy ő visszatámadni akar, vagy támadni, vagy bármit, csak valamit csinálni akar. Következő hős köréig aktív. Az ellenség, amikor sorra kerül odáig, akkor az ellenség után érdemes tud rátenni valakire. Hát na nem tudom, ma meglátjuk. Most már nem látjuk még meg, mert neki alapjúdik mágia kell, mert ez a két specialitása lesz egyébként Agraelnek. Lehetővé teszi a harmadik körösödít mágia vezetők megtanulását, minden sötét mágiát erősebbé tesz. Azért kell nekem egyébként ez, és mi van még egy szabad helyünk túl szar, mert ugye múltkor, hát Izabella nem voltunk túl sok sikeresek egyébként a varázsa terén. Mi leverem? 29 van. Csatlakoznak, az jó! Tényleg a mi fajtánk. Ez nagyszerű hír. Elmondom nektek, hogy 39 lebrúzunk van ebből. Ez is a mi fajtánk, csontváz. Ja, állj meg, de ez nem az, elnézést. Ezek a hulláké. Mikre fújtjuk, geci? Tudás plusz egy. Azt meg kéne szereznünk. És egyébként errefele kéne jönni, most amit lent mennénk, akkor nem tudom, mi lenne. Állj meg, nem lesz jó. Lehet látni, hogy zsákutca van. Itt nem lent, fent kell menni. Hát az túl jó. Mennyit tudok már, nem durva. Az MKF 39 lebrúszunk van. 40 darab csontváz így állsz. Ezért is még egy tud lőni valamilyen fezér. Eléggé túl szép. Kutyával. Mennyit bírok menni? Majdnem tudtam támadni. Pont ráteszem a sávra. Kinek a lagazat fel, döntöm. Hoppá, kap fél mínusz 4 a kutyának. Pont elé álltam, tisztán teli nyilla lőtt. Fél manna az áll. Hát csak azon gondolkoztam, hogy... 12 lenne. Ma adunk enni a... 9. 3 lemegy. Kutyával szétszabdaljuk. Az innen nem jött fél sorba, csóval szó köszönöm. Ennyi rossz volt, 400 TP. Köszönjük. Tudás plusz 1, nagyon jó. A probléma az, hogy Godric, mintha erre jött volna. Hát csak meg azon gondolkoztam, ez meg az meg. Hú, ez meg ez meg darázsból faszom azt. Jó, hogy nem csipett meg. Középsúron rászállt. Azon izélek, hogy Godric egyébként erre mászkált, igaz? Mondjuk itt vagyunk, az meg ez túl jó. Ez túl jó. Miért de idiótaság, figyelj, pont két napig tudom növelni a lépéspontomat. Mi van ebben? Harci szerkezetek gyára. Még így öcsém, nézzetek már meg. Ott van egy fél balliszt, aki jön itt van. Épp készülődik. Leadtuk a rendelést, hogy ezért van ballisztára, tartanánk igényt. Nem tudok mi menni, bazze szar. Oda nincsen pénzem. Oda viszont milyen kedvezők az árak, ti valamilyen fejek. 1500, meg 500, meg 250. Van gond! Bazd meg! Ezek elkapnak minket. Egy viszont milyen király a fedőtő képesség. Mondtam, hogy ezt kell választani. Ez nagyon hasznos voltán. Mindent látunk, mindent hallunk. Ezt nézzetek meg, hogy mi van benne. Egy darab arkangyal. Van... 7. 7. Hát így se látom, az a baj. Ijász. Megint csak, hú, az viszont kemény a mertedébe, az druida. Az meg a izének a cuccasra, az meg ilyen túl puhány. 30-at abból, akkor van, hogy hát nem tudom, 10 fegyvernök, szóval szép az egész. Gecs, ezek elkapnak minket, apám. Meg van ez gond. Mi folyik itt? Mi van gond? Bazd, nem kaptak el. Hogy a rákba? De ez mi történt? Ki ez a másik hős? Ez a Rutel lett. Megint csak 1, 2, 5, 25, 10, 3 és 97 paraszt. Nézzél meg elrőlni. Igen, már nem írja ki, mert messze van már fél tőlem. Raj, sok, sok. Néhány, na jó. Ne foglalkozunk semmivel. Nincs apám pénzünk, az a, ugye Izidvának volt a tubusza képes, hogy tudott cuccolni. Mi ez a rákos lófasz? Menedék. Aha, menedéket, hát lehet, hogy kicsit fogja használni majd. Vesz egy gyalogost itt. 10 gyalogost. Ó, nincs pénzem, bassza meg. De várjátok már, most merre van a rad anyja, istene? Csak erre kell jönni, hogy a teleport kapu, hát akkor mindig szedem arrafele, nem tudok más mondani. Nem tudom kivenni azt a szart, mert egy petákom nincs. 17-18, ezek izék. Hú, anyja, nem. Hát abuk emlékezze, 16 fegyvernök volt. Ezek most kétszer annyian vannak. És nem sokkal gyengébbek ám.
Várok. Oda kül mögé fia beficzenek. Tűz. Lement kettő. Nyem. Igaz, jatalom. Aha. Hát nem tudom, kinek adjam apám. Nem tudom, hogy mit növelt ez meg. Átcsap, mert fél sebzését. 7-14 növelte meg bármennyi sót. Ki jön most? Ő fél egy csávú, kezdet teszem. Mézes madzakként. Várok. Fél minős faszok, a távra mentek. Tudtam volna metahol záporra nyomulni. Sebezhetőség. Oké. Okay. Ökutyával. 13-14 szar. Annyi rót, megettük a várlegére. Ó, az túl, szóval fel is támadtak is izénk, tudszunk. Szokka busz, fél plusz támadás. Mindig kettőzve csak le. Ezt kapom. Még egyet. Ezt figyeld. Ós nem halt meg. Királyság. 595 pont. 30... Fejlett logisztika. Figyeld, alapharci szerkezetek. Fejlett logisztika 20%-kal növeli a hős mozgás és sebességét. Azt mondom, erre szükségünk van most, hogy menekülünk. Nincsen kétségem efelől. És erre jönnünk, fejlett döntési nálunk. Spára jó döntés. Kóp. Belépsz a szentélybe? 6 meg 7. Ja, itt volt a személyként, ezt nézegettük meg. Mágikusok szeme. Felfedi... meg már... Azt mondja, hogy felfedi a környező vidéket azok számára, akik meglátogatják a mágusok kunyhóját. Ezt megtettük. 34 Miotorus gárdista. Mit nekünk már ez? Lesz megint szintlépés a féltem, amik... 17-17. Gyerünk. Tűz. Kettő. Szia, hasonló szitu, mint a izé. Azok a túlértelmesek. Igaz, jatalom. Neked. Negyen nagyon messze vannak, nézzetek, nem tudok üzélni, nem baj, gyengeset kaptok, bazd meg. Oké. Jövök ide. Hoppá, oké, igen. 6-8, megy le. Ezzel megesszük. 8 ment csak le, azt az eget. Állj meg! Itt azt írja a kutyáról, hogy nincs figyelt túlsza a visszatámadásra lehetőség. 1-2. Ki jön majd még? Ó, lesz még fél imp, még egy kutya, meg egy lövős. Akkor megírjuk, akkor fél lehet ezt megérni. Lement 2. Mart még mindig 7. Még 3. Figyeld, igazi hatalom. Neked. Ezt figyeld. Mit is csinálják el, izé? Pillanat. Nem tudom megnézni, bazd meg. Igazi hatalom. Nem, de annyi, amennyi. Annyi, amennyi. Nem 2. Ennek annyi lesz. Na most már ezt kell kitalálni, nincsünk ez valamilyen feje itt. Ha neki rontok. Lement 9, ezt autózik az utam? Plusz a fót. 2-3. Mindig nem haltunk meg. Fél, kapsz egy izét. Egy ilyet-e. Lement 2. Maradok. Van gond, fél, a támadás. Csak hogy töltetsem a csapást. Hát ennyi volt egyébként, egyet ezt tudom, hogy jogodból. 1295 pont, 92 pont, 34 Minotaurus gárdistaiként, ennyit ír róla. Azt mondja, Minotaurus gárdista, azt mondja, a legnagyobb Minotaurus harcosok bővebb gladiátor kiképzést kaptak, és gárdistákká léptetik elő őket. Tetoválást kapnak, és ügyesen forgatják irdatlan kétfejű fejszíjüket, melyekkel gyors egymás utánban képesek két csapást mérni az ellenfelükre. Hát, nem tudom, kire van az, hogy ránk már biztos, hogy nem. Ezt kaptak kicsim a játékban először. Most vagyunk itt, a kulcsmester sátránál. A kulcsmester sátrában hősöd egy színes kulcsot kap. Még így, öcsém, tombolán nyerted? Te így barsangon. Amellyel áthaladhat a kulcssal megegyező színű határ őrökön.
mi a faszom lesz? Figyeld, vörös kulcsmester sátor. Megszerezted a kulcsot, amely átsegít a megegyező színű határon. Egyet tekerek, na most teleportálunk. Ez merre jön, bazd meg? Ja. Ja, fiacsó, máshol van. A holló hete. 1000 TP-t kérünk. Ó, az jó. Nyomkövetés. Egyetlen a büntetés mínusz. Szerencse, fejlett, navigáció. Na, mi a faszom a csilingelés? Ezt a szart lesik a panda, olyan szint a fülemből. Hát megmondom még egyszer őszintén mindenkinek. Támadás plusz egyet. Navigációt én nem hiszem, hogy beficcentek, az nekem sok alapszerencse, nem lenne hülyeség. Ezt fogom választani. Egyel nő, a hőseregében lévő lények szerencse nem hülye, tudod, dupla ütés valószínűsége megnő. És be is tölti valamit a tábla, elmondom, tehát ezeket választottuk most jelenleg ki, ha tetszik, hanem ez van. Alap kapunyítás, alap támadás, fejlett logisztika, alap pusztító mágia, alap jövét mágia és alapszerencse. Ez volna egy morál növekedés mondjuk. De viszont most mágiában leszünk piszkos erősek, ugyanis mind a két típusú mágia a specialitás egyébként a izének. Ennek a népnek. Na ezt kap ki. Hova gyűjtem? Itt átmenni. Na. The gates. A kapu. Hol az az átkolt alagút és Shellongba vezető kapuk? Ha nem használtam volna őket magam is, azt hinném nem léteznek, vagy nem is léteznek. Ezen kefél átmennünk, szar. Ezek a föld leállt lenne szerintem. Nem tudom, csak akkor mit elérhetlenek. Itt van minden, öcsém, mit akarsz? Itt a alagút, meg ahogy is hívják. Egyébként ez a poén, még én sem van valószínűleg régebben, csak most ebben a végigjátszásban, amit mi nem is láttuk, hogy így néz ki valami engerek a piros kulcsának a határőre. Ezen keresztül csak a piros sátor, a vörös kulcsás sátrába, vagy kulcsmester sátrába tudsz áthaladni. Egyébként ennyi, ezt pedig már ismertük, az a föld lejárat egyébként. Hát kérdem, ennyi van. Tulajdonképpen. Hát én szerintem ne szarakodjunk itt tovább, nem tudom, hova teleportálunk, azon gondolkozom. Ugye itt voltam, és innen elteleportálódtunk ide. Hát egy irányú kapu. Most innen, látod, jöttünk volna innen fentről, ugye itt mentünk felfelé, és itt lefőttünk volna, akkor ide jöttünk volna ugyanúgy. Na mindegy, ez itt nem bizony, nem ez elég. Figyelj, 4 darab, 1 szarbú van, nyugodtan, hogy védekezzen ott. Védelmezze az izét, övét. Figyelj, azt mondja, vörös határőr, míg az a kapu jelgezi. Azt, ha szeretnél most átmenni ezen a határon, ha áthaladsz, az út szabaddá válik az ellenség előtt is. Figyelj, elfogad, vagy elutasít. Jó. Ezt kap ki. Mágikus gesztus szentélye, második szintű varázslat megtanulása. 12 inkvizítor. Túl kevés, viszont kéne mindenképpen a varázslati valamilyen fek. Ezt be kéne egyszer vállalni. 12. Nekifutok. Nekifutok, és neki menni, nem tudok annak a gecinek neki menni, bazd meg. 0! Nem semmi. Hú, anyám, ezt kapunk a pofánkra, bazd meg. Kitartás. Növeli a célpont egység védekezési erejét. Igazgatom pedig bónusz, máusz. Igen, 14 levelt be a kutyából. Hogy rohadjál meg. Ki jön, ki ez? Aha. Egy ment csak le. Jézusom, na jó, menjünk már innenként, nincs semmi az egésznek. Mi az a szarom van ez az ember? Ilyen szar, erős ez a csávú. Nem úgy tűnt, amikor én állt. Ném alig megy le van valami. Ném, nem ment a semmi. 2 megy le az ével. Na jó. Második szintű várásat nem fogunk tönkre menni. Nézd a csávót. Egy. Bazd meg, 21 kutyával egy ment le. Hát én nem tudom, jön. Hát tettem már ezt a szarságot. Az már rajta van, geci. Kitartás lett magára a csávó. Bluuu. Picsa, áll meg! Ezt mondja, hogy a sebe... Mit csinál egyébként, ahogy is hívják? Ez
A páncélját, mert nem úgy néz, hogy kipusztom a páncélt a csávónak, hát nézze meg. Védekése 20, még zöldbe van. Hmm. 15 lett. Gecinek klap harap szarfaszom. Egy megy le. Megint egy. Négy apán lement a izébe. Hát ez tojó. Még mert a csin. Ilyen kemény a csávó, nem hittem volna. 1200 pont. 18 elberúszt meg, 3 pokolcsőzött meg, 12 üzlet. Ó, bazdmeg. Szintlépésük lenne, gyakorolt logisztikát, azt felficzentem, és mi van egyébként ebbe? Meg, de mi volt? És ezért törjem össze magam. Köszönöm, ezt nem kérjük. Ezt a nófodos kurva anyját, apám. Jó, nulla szar vagy, bazdmeg. Inquisitorok, ezek a legcsicskább, gyengébb fosok. Fú, anyám. 1000 TP nekem. Alap szemcsere. Átfingok ide. Majd szóltok, nem mutatja fel még egyszer a vizit. Á, de hogy nem. Jövök errefele. Elfoglom és megyek le a gecibe. Na, ti valami, itt vagyunk a föld alatt. Elmondom nektek. Ó, ez lenne egy fél tucos. Rothadó 72 zombi. Nem tudom, hogy sok pénz lenne, mert tudnánk egy bűpikkezni. Túfos lenne az egész. 72 zombi. Létrehozok egyet. Várok. De még rothadás, még ilyen szart, mondjuk az már izé, fekete mágiát, az meg már a specialitásunk ám. Rakus. De nem 4. Igazgatolom neked. Sebezhetőségi neked. Várok. Tűz. Lement 5. Nem. 16-22. Az túl. Várok még. Még mindig. Igazi acsakitartás. Lement 4. Sok egyet. 59 a minél a mocsokban. Figyeld. 16-22. 18 lement. Tizenegy lement, gyá! Szar voltál? Ez a manizé, igaz? Sebezhetőség. Ó, bazd meg. Jó. Semmi gond. Kapsz még. Lehet tud halmozni. Rárontok? Fújó, nem jó, mert 3-6. De ritkügy a nyílfünk, babám. Lemen 4 a miénkből. 5. Bap, mi mindig 10. A budos kúrnyám azt. Miért a szerencsök volt bent. 1080 TP. Hát nem semmi, Geci. 13 azatunk ebben, négyet meg abból. És megvan a fiat. Gyakorlat logisztika. Ez a maximális szint. 30%-kal növeli a hős mozgássebességét a szárazföldön. Figyeld, 500 TP, 5-7 és 900 arany. Na gyere, hogy ti büdös geszik, bazd meg. És találtok meg, apám, elmenekültem. Yeah! Ütötik, bazd, nyomod bottal faszom, hogy akarják. Nem fél milyen túlzatlan, hogy egy látvány, ilyen kékből fi átműnk ilyen sárgába. Hely, ez a láva világ, az a miénk. Ezt tudja jön kötve az ide. Démon torony. Gyorsítja a szarvas démonok nevelését a birodalmadban. 1660 aranyamban, és mondta, hogy ilyen szarvas démon, ezt már egyébként ismerjük. Ó, mennyi tudsz van ott. Kiköldik ezt? 14 vámpír, az túl. De a lóvi az kéne nekem, fél nem tudunk fél errefele menni, itt is fél bugybodik oda a föld. Itt is elégetlenkedés van, apám, úgy látom. Itt levelem én leszarom, bazd meg. Egy ment is kapunk a túszar.
Hát csak meg, csúrik el, mikor jönnek. Bazd meg, ezek itt járnak már, hogy ma izé, aluljárónál. Azt a kurva nyugat. Hát le is jöttek a izébe. Ezek le is jöttek, apám, utánunk. A büdös kurva nyugat. Abban nem esztettív gecik. Figyeld, új egységet köszöntünk sorozatban. 15 darab szarvas démon. Képesség felbőzült. 7-7. Mit tudunk a vámpírokról? Élőhalottak, nincs visszatámadás és életerő szíváson. A faszomat szívnál ki, bazd meg. Maradnék itt. Még én is. Figyelj most, ez jön. Tűz. Lemem kettő. Egész jó. Oly. Ezek önnek a vándi csőstül. Igazi atalom. Neked. Gyengeség. Neked. Egy, kettő. Hat darab, meg nyolc darab. Jövök ez ide. Aha. Várok. E. Ötöt. Szar. Höp. És ott volt a jövés, a grádis. És tűz. Lement kettő. És most kell rámenni, nem bírok rámenni, bazd meg. Kapja fia áldás, a szép fej, mindjárt majd. Ó, azt nem az megy. Ó, de izének mennek neki geci. Szokka búznak. Maradt négy. Na, jól tettek ez a szalátocsém. Faszom ki van. Ó, nem tudok rámenni a kutyával se geci, még ezt a faszomat. Egy csonkoló kardlapán megtanulottan. Mit gyűlös pátajaknak, bazd, mi történt veled? 532 TP. Egy szokka búz, 14 ebből. Szintlépés a 6 meg 7. Ott begyűjtöm én azért innen, nem megy bazdmeg, 500, fia, 1000 arany, 800, meg még 800, és megint 800. Erre kell jönnünk, geci. Fia, démon torony. Itt is szarvos démon. Ez bejöttenek bazdmeg. Ó, azaz, 35 Szerbius. Dicsőségre vágyó teremtmények kívánna csatlakozni hozzád. Hagyjátok bazdmeg. Van tudjuk káposzta is faszom otthon. 15 szarvas démon. Megvan az utcos. És így itt melyiként van az ellenség. Töcsávút. A bűnözsét itt már, hogy utána mennek már, bazd meg. Hogy üldöznek ott. Jövök én már még vissza, bazd meg, ugyiek. Sprint tovább. Figyelj, morál plusz egy nekem. Ez a kockás lobogó. Rajtos lobogó. Megnöveli a szerencsét és a morált a következő csata előtt. Valamint extra mozgáspontot ad. Tehát ilyen túl szar, magyarul. Ő megint, ez más. Ő összenyelak, gyorsítja a pokolkutyák nevelését. Az a baj, nekem izé van, Cerberuson tudjuk összevonni majd. Ő. Nyolcot megvettem valamilyen fejből. Mikre futj ki te? Ő megint, átsák meg pokolkutya. 35. Hoppa, ez nem jön meg be. Hagyhatok. Nem hallok senkivel. Állj! Ezt akarom itt felvenni. Fél, kaptunk négy követ. Bazd meg. Csacsávút. Ott mozog. Őrcs, ez benne a nyomunkban van, apám. Nem vicce. Most meg kéne ijednem, bazd meg. Kétlem. Olyan sok pénzt kiszedünk, ahol minden a környékbeli ízeikből, hogy már erősebbet leszünk, mint ők. 900 arany nekem. Pokolkutyából még 8 darab. Megfélje meg üvöltólabon megint. Jó, ez már egy 24 körül van. Ugye 21 ebből jó. Itt van megint valami. Imp műhely. A lények nem csatlakozhatnak. Nem csatlakozhatnak, nincs helyes elegedben. Nem, tehát most rábaszol, akkor kégetsz itt is valakit már egy ízébe. Figyelj szemre, figyeld meg, van ízébe, fel van még gyelve. Itt még van valami, Tűz elementál. 27. Cső, anyám. Ezt mentsük már, nem, mert lógja, ezt kéne nekem, de nem tudom még, megmondom őszintén, mint a tűz elementek azok mit tudnak itt. Ebbe a játékba. Na nézzük, mit tudunk csinálni az ízékkel. Elmondom elsőnek a mieinket. Mink van. 11 darab szokkobuszunk van első szint. 21 pokolkutya első szint. 1 darab verem úr második szint. 30 darab szarvas démon ez első szint. 66 Cerberus ez második. Első szintű pokolcs szép fej. És 50 darab famulus.
és van itt ezen kívül már egy hetedik szintű hősünk. Elmondom, mit tudunk. Hetedik szintű démon úr, támadásunk 5-ös, védekezésünk 1-es, varázserő 1, tudás 5. Morálból plusz 1-ünk van, és szerencsé plusz 2-ünk, és 27 ponton van. Hát ennyi. Anyám, 27 van, ezt figyeljétek, hogy néz ki, öcsém. Úgy néz ki, mint valami hernyó. Lánguló gumikacsak, egyszer úgy néz ki. Öcsém, borogas. Tűz, és egy lőni is tud, a kurva anyja. Mint a Heroes 4-be. Tűzelementek, támadása 10-es, védekezése 5-ös, sebzés 11-20, életpontok 43, sebessége 6-os, kezdeményezése 8-as, a problémám az az, hogy 50-et tud öcsém lőni, maradék lőések száma 50. Az túl képességek, elementál, immunis a tűzre, meglepődtünk, tűzpajzs, hopp, és lövész, az túl jó. És 27 van bele, bazd meg. Hát nem baszunk rá. Rohamra mindenki! Ja, tudnám ezt a szart ütni, bazd meg. De ki ilyen akasém engem itt. Lement egy sok. És kell levakítani a csávót. Rothadás, szóljon meg a rám. Rákegyek ki a belet. Ez nem tudom, mi lesz ezzel. Ejj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 
Hazd meg a kurva istent. 34-et levelt belőle. 3-4. Támad, 12 lement a mélyikből. Ez nem tetszik nekem. Meg az isten, dögöm mindenki megérzi. A lementésem ez nem úgy. 6 darab meg 7 darab. Annyit vesztünk apám, hogy ez nem játék. Hírózni bekin túlsz, hogy tudunk menni a lementését, mert ez a csicskában nem lehet. Hat. Azt tudom, milyen kis sejves ülni, nem? Ez a rövés, hogy van az. Kurva anyja, bazd meg, nem tudom a szavak kinyitni, bazd meg, nincs egy szar. Nézd meg. Ez így nem jó. Ilyen értelmetlen vesz, és nem menjünk bele. Féget ezt. Akartam most mindenki szépen kipusztani. Nézd, hogy meteor csapással. Hat meg 7, hat meg 8. Hat meg 20, rohadjál meg. A párnak a büdös faszát, bazd meg, az szórakozzá. Túl jó. Jó, akkor az 6 meg 7 mennyit nekem nem ér. Merre kül menni? Aha, itt is lehetne. Ó, bazd meg megint a rohadt dögöket. Csak 22 van. De nagy fasz, hogy ebben szerintem több a cuccba. Akkor hagyjuk ezeket most itt egyelőre el. Jövök tovább. Azért figyelj, milyen király meg ez, hogy itt egy középen lévő ilyen tó. És akkor gyakorlatilag körbe megfér ilyen vulkán körül. Csóm, jön apám így körbe karikára. Üldöz bennünket, amit tudom én. Erre két olyan a várunknak, hogy erre lesz fent a várunk. Nem tudjuk, miért jölték ki azt a részt. Sprint tovább. Na ez mi a rákos köszöny? Magaslati erőd. Segít fejleszteni a hűsölt seregének jobb, mint a dombi erőd. Csőcsém. 4 lidész. Viszont ez nem hülyeség ám. Összetudnánk, hogy csőm vonna miénk, és lidészek azok jók, nem tudnak lőni. Halál fia, hogy geci. Csak 4 van bőle csak. Ez a jó egyébként ebbe. Ez figyelz. Nagymetén is élő ott, ennyi tud. Jó, a háp támad 4-es, meg a HP a 9-5-ös. De nem tud lőni. Ennek annyi lesz, geci. Apád, anyád, megbaszom. Bárki is legyen és bárhol legyen. Jó. 2-2. Merünk már. Igazatom nekem. Tehát azt nem tudok fél dízen baj. Sebezhetőség neked. Mi van te macsek? Ez is jóta.
Te mit csinálsz itt? Kérd, megtaláltak? Tűz! Rámennék? Egy meghalna? Hát nem is tudom. Na jó, inkább nem. Megpróbálom utána a veszteségeket csökkenteni. Nem bírok, az a baj már. Ezzel fogom szerintem verni ezt a fentit. Utána jön a 12 ezzel, az nem fog jönni, 50-et kéne rámenni, az nem tud elmenni, és 3 jönne még ebből. Ez nem tud leverni ezeket, úgyhogy mindenképpen rá kell mennem ezzel. Túl jó. Ah, ez meghalt, az jó! Szerencsénk volt egyébként. Megúsztuk. 480 TP is nyílt leveltünk egyébként ebből. Fia, egy Lilith, nem sokat mit írt. Az Lilith maga a halál, bárki ellenség, aki kezet akar emelni rá, átkot von magára. Von pluszatív. Hoppá, szintlépés! Mit csinálsz te, macska, te? Támadás plusz 1, 8. szint. Fejlett szeremcse, szem, fejlett támadás, de leményesség jégmestere. A jégmestere nem hülyeség, fia, fogyasztóhatást ad a jégcsapás és a térköréhez. Tudom, meg nem voltani fogyasztó, akkor most megkapod. Fejlette 10%, nem sok. Szemcserélebe plusz 2. Jó, plusz 2 ugyan a szerencsénk, hogy a, tudod, az a kis izé, kis szivárványjal duplit is gyakrabban kapjunk. Ez ilyet. Ó, átfejlesztés. Jó, szokkobusz úrnő. Legfontosabbak. Elment a pénzzel. Ösztön fél viszont vonni ezeket, ez jó. Még 900-an van, nem érdekel lenni ez a csávóka? 300-ba, nem is olyan sok. Ez 800-ba. Erre nem futja már. Bazd meg, az jó, túl jó. Nem tudom. Hát ennyi volt. Nézzük, miket tudunk. Hát kérem tisztelettel, azt mondja, 36 meg 24, 66 meg 24, az 90 darab Cerberusunk van, ami nem rossz. És akkor egyébként ebből ez lett. Elmondom nektek. Ugye felbőszült volt, plusz még önfeladott robbanás. Ó, ez túl jó. Na mindegy, ennyi van. Na olyan vége az útnak, ne vábbad meg. Figyelj, hogy milyen ízik katlamot. Ezt nem tudok megszerezni, baj, még várok. Jövök erre. Az első film így jár. Itt kell jönni fia valamilyen fejnek. Utána meg ízi szélvihar, meg mit tudom én. Tornádó. Én még visszatér, váltok, bazd meg. Kapok egy váltfaszomat, ti fogtok menekülni, ölem, bazd meg. Úgy éljek. 22-t visszakaptunk. Hát mikre futja ott te? Dikma! Vízele mentem. Még úgy szerint különben mizi lenne, mint valami papagáj. Fecsi ott fürdőzik, ha van nagy nyugodtan, amíg oda nem megyünk. Mi a tököm ez itt? Varázstáj, az túl jó. Olyan árak vannak, apám, mint a zsarnői piacon, geci. Te izébe, mint a régiség vásárba. Egy konál 10.000 forint. Szerencse szökőkútja. Befolyásolja a szerencsét a követő csatán. Ezzel nem fog harcolni, azt most nem mondom. És 80 csak belejéken, nem sok. Ez nincs itt semmi, amit érdemes lenne harcolni. Lőjök erre. Van itt egy kis problémánk. Azt végezi. Itt mi van-e? Figyeld. 4 darab szellemság. Az túl jó, mert tudnak repülni, és eléggé odaérnek. Szóval vannak fél varázsládikókám. Érdekes ötlet. Erre mi újság van? Felfel lehet jönni. És vége az útnak. Hát nem tudom, rápróbálkozunk. Esetleg lenne szintlépési valamilyen fej, nem hülyeség. Anyám, hát nem tudom. Mennyi is ez? 10.034-en van, és 12.200 kéne, ami azt jelenti, hogy 2.200 mondjuk úgy lefelé, felfelé kerekítve. Plusz ezért kapunk még TP-t? Hát nem tudom. Egy kicsit visszamegyt oda az ízé, tudsz, hogy tolti valamilyen fejek, mert ízé van. Mert ugye jön a következő nap, ezekben az izékben mint el lesznek cuccokkal. De hát ez van, nem tudom csinálni. Ez is jó, bazdmeg. Na nézzük, miből élünk. Fél 4 darab egybe van. 30 a szellem sárkány. 160-as HP. Nagyméretű lény, élő alatt, repül és anyagtalan. Ezek jók. Van egy kis gondunk, új anyám, ez nem tudja tudni, mire bazd meg, ez túl jó. Jó, és hát ott támadni, és ebből csak 2 megy le. Bazd meg!
Meghalsz te. Te geci. Egy ment csak le. A francba. 19 HP-ja van. Van gond. Most az ellentámadást valamilyen fek. 12. Ah, még 2. Ez jó. Felrobbantom magam, azt annyi lesz. Egy robbanás napon. Kapunyitás. Ennek is van. Ez jó. Ez kap ki milyen király, ez az is tud. Légy a túlvilágban, bár ezt már nem érez meg van meg. Nagyon érzésem. Jövök. Szar. 12-t hozottunk. 880 TP. Szint TP is minden jár ezért. Viszont 1000 TP. És ezért már járni kell. Ezért már meg lesz. Jó! A 9. szintű megint tudás növeli, az varázsot növelni valamit. Gyakorló szerencse, fejlett pusztító mágia. Mágia ellenállás, ez a fejlett szerencsé merül van. A hőseregében minden lény mágia ellenállása 15%-kal megnő. A lények nagyobb eséllyel kérnek, térnek. Figyelj csak, otthon mi lesz a kaja? Ja, jó. 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 Azt mondja, hogy tehát mágia ellenállás. A hőseregében minden lény mágia ellenállása 15%-kal megnő, a lények nagyobb eséllyel térnek ki az ellenséges mágia elől. Ez 6 meg 7. A tűzmesterre kíváncsi lennék egyébként, a pusztó mágia. Azt mondja, páncélzúzó hatást ad a tűzlabda és az Armageddon varázsatoknak. Az érintett lények 50% védelem levonást is elszenvednek. Na ide vele, geci, akkor. Yes! Elmondom, az a két erősségünk lesz. Pusztító mágia, ez mind a kettőt mutkáltuk, ezek a legjobbak. Enna népnél az a favorit. Oké, meg eljövök ide, geci. Egyet tekerek, az ellenség ott mozog. Egy van? Megeszem. Állj. Kösz. Talán nagyon leves, úgyhogy aha, nagyon jó. Jó. Kösz. Megkerültük a izét. Határos lett, nem emlékeztek? Nem nagyon faszom lesz. Otthon, édes otthon. A miéink. A tesók ott válnak fent. Mi történik? Ez a hitvány eláz. És a szarvas idiótái megtámadnak? Én azt mondom, hogy jó. Hadó talán rájött, hogy függetlenítettem magamat. Van egy kis gondos, hogy minket van megtámadni. Szerint nagy képűen. A franc bölcső, mi kellett mondani mindent a várból. Figyelj, 6. szintű Erazial, démon úr. Támadása 4, illetve mindenkinek a támadás örösebbek a védekezésben nem igazán. Tudásban még. Varázs elő 4, tudás 2, tudás 4. Morrás elő 40. Jó, anyám, a gizli. A gyúg, anyám. Mikre futja? Nem. Az túl jó. Bazd meg! Egy többen vannak, mint Miti valamilyen fel. És olyan baj, visszamentem volna az izébe a cuccokat kiszedegetni. Kurva, annyira bazd meg ezt a szart. De nem tudom, ti valamilyen fel, most van a segem, meg odig. Nem tudok visszamenni. De többen vannak, mint mi. Némen nekem van szarvas déma izéből 30, neki 45 van. 55 van izéből. Jó, ezt fogok utat csak nekem, Szerbuszon van 78. Neki van főördögje, igaz egy darab, de csak ez már upgrade. Nekem ilyenből nincs. Akkor, Szokkobuszból is értek meg, neki izéje van.
15 van nekem csak 11. 75 van ebből, nekem csak 50. Famulusból. És még 2 van neki, nekem csak ebből 1 van csak. Jó, hős belősebbek vagyunk egyébként nála. Mert a miénk az mondjuk 9. szintű, de hát ez meg 6. szintű, nem egy nagy különbség van, megmondom őszintén ugye. Támadásunk 6-os, neki 4-es. Védekezés neki 0, nekem 1. Ne, tehát nem esünk hasra, tehát nem fogunk győzni. Varázsra nem tudunk varázsni, hogy faszat. Csű anyám! Mannát lopok, mert ez nem én voltam. Baszoljatok meg. Tudján loptok? Fél 69, meg 60. Megmond. Gyűlnyem! 34-48. És nincs hiszem, hogy túlzott. 38 anyáról vagy meg. Ment le, lement ebből az izéből. 3. Csak neki rohant. Na hát a genyúk. Olyat kaptok anyát, picsát bazon meg, hogy az. Oké, jön most majd. Szalvas Démon. Cső, a pokolcsávú. Ezt kell külülni. Asszuszos lő. Távolsági visszatámadás. Robbantom magam, az kész. Az 90-et sebez, mert csak ezért kell kipusztulnunk. Kinyírtak a vizémet, mint emet. 7-17 tud lemenni az imből. És ebből 0. Lehettek a mélyünkből. Olyan meg? Atombombát dobok nektek a csim. Ez kap ki. Legfel. Ezt legyünk is szerintem a izője, szalvas démonnal. Jó, nyilván. És talán az jó. Ezért, okay, meg is puszt, nagyszerű. Fú, most ez fog jönni. Azért nem kár. Fú, kaptunk egy sallert. Megpuszni család, nem? Lesz mondja egy tűzlabdám, ha annyira. Az meg még folyik így az összeolvadás. 60 van a izébe, ez a mi reménység, mint valamilyen fek. Bárcsak még immunis a izé? Hát van még a izé? Már lement róla szerintem. Gyorsága urája még így öcsém miénken. 6 támadás, szerencse, 6 szőröngés. Jó. Akkor kapsz egy kitartást. Ő, igazi atalagot. A támadása fog gyújt. Így lement fél 3. Jó, az a miénk, túlsz ötlet. Jövök a szarvas démonnal erre. 78. Ez a miénk, mi jövünk most? Az jó. Eszik ennyit gyorsan. Az jó ötlet volt. Eljön a miénk. Az kifeküdt. Azon gondolkodom, ki van még itt. Gyengeset kell rátenni, ha van annyi pontunk. Az még annyi pontom van, pontot pontom van, ez jó ötlet. Erre mi? Pagyrobbantás. Az szép volt. Az milyen kell szerbe rosszunk, hogy én? Nem ezt ijed. És ennyi volt, győztünk. Ja. Győzelem. 4457 TP. 62 famulust. 2 szokkabuszt. 2 pokolcsődöt. 32 szerberuszt. Vesztettünk el. Ellenség. Elzett egy 6. szintű hőst. 55 pukolkutyát, 15 szokkobuszt, 75 famulust,
egy fürdögöt, kettő veremurat és 45 darab szarvas felvigyázót. Szintlépés, dedik szint, mentés, támadás plusz egy fiatal támadás, ismeret hozzáadódik a hősöd parancsnokság alatt álló lények támadásához, így több sebzés okoznak. Fejlett sötét mágia, fejlett pusztító mágia, vagy fél átok, átkok. Mestere sötét mágiában belül a szenvedés és a gyengeség varázsla tömeges hatás lesz. Gyá! Az ellenséget apítjuk. De varázslati költségük megduplázódik, a hős csak fele annyi kezdeményezést veszít a varázslatukkal. Vagy fájdalom mestere. Ugyanis a sötét mágiának az alt kategóriája, rothadás és a sebezhetőség az jó. Ez jobb, mert ezt rothadást a múltkor nem megtanultuk, ezt pedig ismerjük, majd fogjuk. Nekem ez kell, a rothadás, sebezhetőség, az összes part lemegy mindenkiről. Varázslat tömeges hatású lesz, de a varázslati költségük megduplázódik, ezt kell nekünk. Szép! És a fotelból tűrge. Nos, nyugodatlan kis impen, beszéljünk a halálodról. Meséld el szépen, mit keresel itt, és de ne húzd az időt, különben biara. Valami, hogy az imp. Ja, igen. Ez nagyon lassú lesz. Biztosíthatlak. Kérlek, Eraz, ne beszélj. Eriziál mondtam. Ne én. Nekem azt mondták, szerezzek meg két dolgot. Az egyik erekje, amit Nikolaj használatában, a gríf szíve. A másik pedig a fejem. Az én fejem? Miért? A démon hadó ismeri a hűségemet. Hazudsz. Elárult a dőt, és ezt ő is tudja. Krampász, megvéd engem, ő majd. Valóban, és mit fogok tenni? Kérlek, mondd el, adj nekem parancsokat, annyira szeretném. Uram, uram, én nem úgy gondoltam. Szép. Uradat hallottál, vesztettél, és ezért fizetni fogsz. Tudok rólad és a becsvágyagyról. Erős vagy, én viszont türelmes. Következő, te leszel. Szép csuhávót. Ennyi volt. Küldetés vége, teljesítve. Második küldetés az ígéret. Agraelnek le kell győznie Weyer démonodat, akinek a feladata a Griff szíve megszerzése. Még így. 2000 arany. 8 szokkobusz, vagy fantom erők, míg így? Ez olyan, mint az illúzió szerintem. Ugye a fantom kép. Fantom erők. Le kiválasztott baráti egységet, tehát nem is az ellenséget, míg így, míg régebben volt. A másodat ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint az eredeti, de eltűnik, amint megsérül. Az anyagtalanság képesség 50%-os esélyt ad a másodatnak, hogy elkerülje a sebezést. Ez rosszabb egyébként, mert az illúzió, meg a fantomkép gyakorlatilag a hírózniben az olyanok voltak, hogy azok gyakorlatilag teljes értékű lények voltak. A végén eltűnt, de tudta az ütést, állj nem, hogy egyszer. Hát nem vagyok elájúva, inkább a lövősöket választjuk. Szokkobuszból 8-ok kapunk. A szokkobusz tűzgömböket képes megidézni és ellenségeire hajintani. Az ellenséges íjászok jobban teszik, ha tűzesőre készülnek fel, miután megtámadták a szokkobuszt. 2 az arany, pedig az annyi. Magáért beszél. Szép. Biara. Mi ez a árulás, amiről Eraz beszélsz? Nem te vagy a hadúr egyik leghatalmasabb ügynöke? A később elmagyarázom, ez most nem beszédéje, hanem a menekülési. Nem, tudja, hogy melletted vagyok, és árulásod engem is beszenyez. Az életemet kockázatom, tehát jogos, jogom van megtudni, mégpedig most Agraelt. Hú, ennyire szeretnéd? Valami történt, amíg én a Griff földeken dolgoztam titokban, valami, ami megkérdőjelezte számomra, kra, kiteket, hadurban, megmondottad ezt? Elgondoltam és úgy döntöttem, most már tudja én, honnan tudhatja, ki kémkedt utánam.
Most már nincs jelentősége, de várj. A becsvágyadat említve a helyére akarsz állni, igazamban? Helyette akarod uralni Seongot? Ez őrültsége! Madness. Nos, nem szeretnék ilyen könnyen kiadni a terveimet, de... Ha valaki képes rá, az te vagy. És nem felejted el azokat, akik segítettek neked, igaz? Tehát mi a következő lépés, nagy uram? Vagy úgy is mondhatnám, had uram? Megszerezd a Glyphszidét. Láthattad, mire képes. Igen, szükséged van rá. Tudom, hol őrzik, a Glyph királyság sírboltjában, a hős a csarnokában. A birodalom közepén, jól védett helyen. Csarnok az nem egy fejet, és a üzenek. Tehát rengeteg öldöklés lesz. És mi a rossz hír? Tudom, Biara, örülök, hogy a szövetségesem vagy, és nem az ellenségem. Ez a rossz hír. Na ennyi volt, itt le is ment, és aztán befejezzük. Fél új célok, ott egy WC, dobunk egy balt, aztán jelentkezünk. Ennyi, ezt csőszök.